hogy néznek ki az 50-es nők ma Magyarországon? Nem kell egy 50 éves nőnek 30-nak kinézni. Igen, ezt akarom mondani. Jó, tehát és akkor jön ez a levetkőzök, fölöltkőzök. Barbie asszony, és Barbie mindig asszony, mindent kirakok, igen, mert magas sarkúban kell, mert miniszoknyában, mert az a... De abban sincs baj, mert nagyon sok dolgot meghatároz, és ez megint ugye tabu téma, a fizikai adottságunk. Tehát igen, valljuk be, hogy van, aki 50-60 évesen is bombasztikus, és ott most megint elkezdhetjük, hogy mi a bombasztikus. Igen. Tehát azért mondom, hogy megszűntek azok a fajta általános fogalmak, amit mondjuk még 20 éve ezelőtt használtunk, hanem most minden olyan úgy elfolyik, hogy most... Meg valahogy minden elfogadott. És minden elfogadott. Én szerintem tehát, hogy tulajdonképpen neki ez áll jól. Ő így közvetít valamit a külvilágnak. Na jó, elfogadott, de ezt gondoljuk, hogy elfogadott már a társadalom, meg közben nem ilyen. Szerintem arra figyeljünk, hogy ne szürküljünk be, még akkor sem, hogyha éppen nem süt a nap, és éppen az életünknek nem olyan szakaszában vagyunk, amit mindig kívántunk magunknak, és ne húzzuk le magunkat a WC-n azért, mert mondjuk elmúltunk 50 évesek, mert ez szerintem csak egy szám. Merjenek egyéniségek lenni. Ez hiányzik nekem. Önmagukat találják ki jobban. Tehát, hogy egyéniségé váljanak. A hajviselet, a szemüveg, tudod, hát, hogy ezek olyan apró dolgok. De hogy például nagyon kevés jó frizurát látok, kitaláltat. Az annyira nem bonyolult, hogy valaki például levelje vágatni a haját rövidre, amikor már rohadtul nem kéne hosszút hordani. Iratkozzatok fel a Panna Csajok stb. Csatornájára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy minél előbb értesüljetek a legújabb tartalmakról. A Panna Csajok stb. Mai adásának vendégei Ladinek Judit színművésznő, szervusz Judit. Szervusz. És Siffer Miklós divatszakértő, szervusz Miklós. Szervusz. Abban maradtunk, hogy tegeződünk. Így van. És természetesen a témánk az 50-es nők, és azon belül is az öltözködés, vagy inkább az, amit szerintem sugárzunk a külvilág felé. Mennyire vagyunk megelégedve, és ezt most női és férfi szemszögből is kérdezem, azzal, hogy néznek ki az 50-es nők ma Magyarországon, mit gondoltok? Nagyon furcsa érzés most itt egy szakértő mellett ülni, biztos, hogy többet tudsz róla beszélni, Miklós, de nekem így hirtelen az jutott eszembe, hogy Magyarországon azért az életszínvonal az nem egészen ugyanolyan, mint hogyha kitesszük a lábunkat kicsit nyugatabbra, és hogyha körülnézek az utcán, akkor bizony sokszor nem azt látom, hogy csupa derűs, ragyogó, jól szituált, jól öltözött hölgyet látok, hanem inkább azt látom, hogy minden más az öltözködés előtt van nagyon sokszor. Persze változnak a dolgok, meg vannak kivételek, biztos, hogy megyünk valami jó irányba, de szerintem nem az egy magyar háziasszonynak az első problémája reggel, hogy úristen, mit vegyek fel. Miklós, szerinted ez az életszínvonal összefüggésben van? Minden összefüggésben van, nyilván, mert valahol azért meghatározza a létünket, vagy a tudatunkat a létünk. Én azt gondolom, hogy ez is összetett dolog. Tehát nagyon. Én ismerek sokakat, akik 50 évesek, vagy a fölöttiek, és abszolút minden sztendernek megfelelnek, és ismerek sok 30 év alatt itt, aki nem felel meg semmilyennek. Tehát ez inkább egy belső tartás, egy belső igényesség kérdése. Nyilvánvaló pénz is kell hozzá. Én sokat vagyok külföldön, ezt kifejezetten szoktam figyelni, hogy ki hogy néz ki, vagy hogy kezeli a korát, ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy vannak országok, ahol ezeknek a kultúrája mélyebb. Tehát a mi macho, ez egy macho társadalom még mindig. Ahogy megyünk keletre, egyébként egyre macsóbbak a társadalmak, és ahogy megyünk nyugatra, egyre megértőbbek, vagy elfogadóbbak. Persze ennek most egy olyan irányát is látjuk, ami nem biztos, hogy jó, amikor már ilyen átlányosodnak a fiúk, és tehát nem akarok most ebbe belemenni. De a lényeg az... Mit értesz macson? Macsó társadalmunk van, ahol a nőknek egy folyamatos igazodását érzem a férfiak elvárásához. És ez nyugatabbra erősebb, mint keletebbre? Itt erősebb. Hogy fordít? Igen, itt erősebb. Mint nem, azt mondtam, hogy ez egy mácsó. Minél keletebbre vegyünk, annál mácsósabb a társadalom.
ezt meg is, tehát ez nagyon sok dologban tetten érhető Magyarországon, és ahogy megyünk keletre, még inkább tetten érhető. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős belső igény kell, hogy legyen, hogy valaki ad magára, vagy figyel magára, és elfogadva a korát állít magának olyan pontokat, hogy minek akar megfelelni, és nem pedig hibás felfogásban állít magának olyan pontokat, amiknek nem tud megfelelni. És szerintem nálunk az a gond, hogy a férfiak által sugált igényt a nők megpróbálják rosszul teljesíteni. Mármint, hogy teljesíteni próbálják, de ez rosszul sikerül. Lehet, hogy nagyon bonyolult vagyok. Tehát, de arra gondolsz, hogy... Nem kell egy 50 éves nőnek 30-nak kinézni. Ezt akarom mondani. Tehát, jó, tehát sokkal jön ez a levetkőzők, fölöttkőzők. Barbie asszony, és Barbie asszony, mindent kirakok, igen, mert magas sarkúban kell, mert miniszoknyában, mert az a... De nem sincs baj, mert nagyon sok dolgot meghatároz, és ez megint ugye tabu téma, a fizikai adottságunk. Tehát valljuk be, hogy van, aki 50-60 évesen is bombasztikus, és ott most megint elkezdhetjük, hogy mi a bombasztikus. Tehát azért mondom, hogy megszűntek azok a fajta általános fogalmak, amit mondjuk még 20 éve ezelőtt használtunk, hanem most minden olyan úgy elfolyik, hogy most... Meg valahogy minden elfogadott. És minden elfogadott. Én szerintem tehát, hogy tulajdonképpen neki ez áll jól. Ő így közvetít valamit a külvilágnak. Na jó, elfogadott, de ezt gondoljuk, hogy elfogadott már a társadalom, meg közben nem ilyen. Mert az én Facebook oldalamon pont 3 hete volt egy óriási vita arról, hogy föltettem egy szemmel láthatóan nem fiatal nőt, hátulról egy kivágott estéruhába. És ebben az volt az érdekes, hogy én láttam. Láttad. Tehát koktélruha volt, és ebben az volt a megdöbbentő, hogy a nők, csak a nők szintén támadtak neki. Úgy van. Voltak persze védelmezők, akik azt mondták, hogy miért ne lehetne egy nőn ilyen, akkor mondták, hogy hurkás a háta, meg hát pedig az a hurkának ott nyoma nem gyönyörű volt. És az volt a legérdekesebb, hogy nagyon sokan ugye oly módon támadták ezt a posztot, hogy na meg biztos előről, na majd előről kíváncsi vagyok rá. Na most pehjük volt, mert megtaláltam előről a fotót, és a nő az egy teljesen sportos, semmilyen plasztika, semmi nem volt rajta. Egyszerűen ez egy magát kiválóan tartó, 60 x éves nő, és az volt a döbbenet, hogy a nők hogy milyen módon támadtak neki. Na és tehát erről hogy, mit gondolsz? Hogy mit gondolnak? Hogy miért? Mert van még mindig, miközben van egy macsó gondolkodás által diktált társadalmi elvárásrendszer, emellett van egy rettentő konzervatív és föltözagadt gondolkodásmód is. Ez pont a mi kulturális törésvonalos létünkből adódik, mert ilyen kulturális törésvonalakon élünk mi magyarok, ugye a földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan. Nyugatiak vagyunk, oda is gondoljuk magunkat, de azért oda is gondoljuk, meg ide is, meg oda. Tehát, hogy van egy ilyen tisztázatlan, ami mondjuk egy olaszban sokkal tisztább, persze, ott meg az jön be, hogy én észak-olasz vagyok, vagy dél-olasz vagyok, vagy római vagyok, mert az olaszok egyébként egyáltalán nem gondolják magukat olasznak. Ők sokkal inkább gondolják magukat toszkánnak, vagy rómainak, vagy észak-olasznak. De valahogy ott az elfogadásnak és a szabad gondolkodásnak egy sokkal, tehát az sokkal mélyebben ül, és sokkal természetesebb, mint nálunk. Nálunk a társadalom többsége még mindig azt gondolja, hogy egy 50 éves nő, hát az már túl van az élete. De szerintem ez változik. Hát ez lassan, de a poszt nem ezt mutatta. A poszt azt mutatta, illetve nagyon érdekes, mert rengeteg like volt a poszt alatt, és ugye az ugye sokkal nagyobb volt a tetszések száma, de ugye nem a like-ot adó kezd el vitatkozni, igen, akár mondjuk nyomdafestékot, nem, nincs a Facebookon nyomdafesték, de tehát kulturálatlan módon azonnal jönnek a jelzők, ugye mi a jelzős nép vagyunk, tehát azonnal mindenki oda akasztott mellé valamit, de döbbenet volt számomra is az, hogy a nők reagáltak így.
Egyébként azt szokták is mondani, hogy ugye a nők nem a férfiaknak költöznek, és most meghazudtollak, nem a férfiaknak, hanem sokszor egymásnak költöznek. Na ezért támadták a nők? Igen, hát sokkal kritikusabbak vagyunk egymással szemben szerintem. Egyrészt jobban értünk az öltözködéshez, jobban megfigyeljük a részleteket, jobban tudjuk, hogy a másikon mi van. Mármint a nők a nőkön? Igen. Jó, oké. Okay. Jó, kivéve egy kis szegmensét a férfi társadalomnak, igen. Jó. És jobban fel tudjuk térképezni, hogy ő most miért így van felöltözve, az a ruha honnan van, az mit mutat, az illik-e hozzá, az nem hogy viseli, megteheti, hogy felveszi. Vagy. Más dolog az, hogy persze van, aki elfogadóbb. Én például, én nem tudom elképzelni, hogy odaírnék egy ilyen pocskondiázó kommentet, mert szerintem mindenki úgy gyönyörű, ahogy van, és ezt el kell fogadni, hogyha valaki jól érzi magát a bőrében, és önazonos, és ki van békülve magával, akkor az vehet fel bármit. Szerintem azért ezekkel a jelzőkkel megválaszoltad, hogy miért írnak ilyeneket ezek a nők. Én azt hiszem, hogy irigyek, és önbizalom hiányban szenvednek, nem? És nagyon ráérnek. Azt nem tudom. Jó, a kommentelő az ugye egy külön emberfajta. Igen. Én 10-valahány éve vagyok fenn a Facebookon, szerintem negatív kommentet. Múltkor tettem negatív kommentet az alsó rakpart lezárásával kapcsolatban. Mert ugye odaírta valamelyik ilyen okos politikus, hogy nagyon jó, hogy nem lesz a rakparton autóforgalom, mert akkor lehet sétálni, andalogni, és nem tudom, mit csinálni, odaírtam, hogy egyébként mi meg itt élünk, közlekedünk, és nem éljük andalogunk a mindennapjainkat ebben a városban, tök jó, hogy itt lehet andalogni, szerintem senki nem akar andalogni. Talán ez volt az egyetlen negatív poszt, de azt gondolom, hogy ez egy életvitel, ez a posztoló. Tehát ő arra vár, hogy ő oda posztolhasson valamit. Én például semmi erre nem válaszolok, és ugye ebben azért elveszem igazából a lényeget, mert hogyha nem kap választ, akkor időmben belefárad a posztolásba. Egyébként egymással is tök jókat vitatkoznak, tehát sőt, talán még jobbakat. De én szerintem abszolút konzervatív még mindig a társadalmunk. Egyébként itt nagyon erősen megjelenik az ország felosztottsága, nagyon erősen megjelenik a nagyváros, város, főváros, vidék, kis település abszolút érződik. Tehát a gondolkodásmódot, és különösen az öltözködéssel kapcsolatos gondolkodásmódot nagyon-nagyon befolyásolja az, hogy valaki egyáltalán kimozdult-e mondjuk az adott megyéből, vármegyéből, ahol lakik. Nem csak ezt a főispánt, ezt úgy imádom, ezt mindig eszembe jut. Azért jut eszembe, mert ugye a főispánok régen ugye a képeken ilyen díszmagyarba ábrázolt főurak voltak, és múltkor láttam épp egy főispánt rövid fehér rövid ujjunkben nyilatkozni, és oda volt így, hogy főispán is van neve. Olyan volt, mint a komédia lenne. Na mindegy, visszaugorva, a férfiakkal kapcsolatban is jókat lehetne beszélgetnünk. A férfiak öltözködéséről. Persze, hát a magyar társadalom 2022-ben még mindig oda posztol, hogyha egy férfi zokni nélkül van egy nadrágban, meg egy cipőben, és még most is odaírják, hogy biztos büdös a lába, meg fúj, meg... De most ez nem vicc, tehát, hogy még mindig itt tartunk. Most akkor miért lepődünk meg azon, hogy beszólnak egy 60 éves nőnek, hogy miért van kivágott ruhába? Jó, igazad van. És egyébként, ha már itt tartunk a férfiaknál, akkor a rövid ujjóingről neked mi az álláspontod? Mert általában azt hallom, hogy az egy nagy no-no. Ez egy nagyon érdekes dolog, mindig hozzátesszük, hogy ez a klasszikus férfi divat értelmében nincs. Klasszikus férfi divat értelmében nincs. A férfi ingnek hosszú ujja van és manzsettája. Uh-huh. Rövid ujjú ingnek vannak klasszikus verziói, de azok nem városi ingek. Van a safari ing, amit a vadászatokon használnak például, mert ugye az zavar valakit, hogyha hosszú ujjúban van és hirtelen jön az oroszlán. Aztán van ez a Hawaii ing, ami ugye pont most nem régen a magyar sajtóban nagy sikert futott be, a miniszterelnök volt egy ilyen Hawaii ingbe, és akkor egyből jöttek az okosok, hogy na, ez rövid ujjú. A Hawaii ing az rövid ujjú. Tehát az hosszú ujjú, akkor nagy baj van. Tehát a klasszikus férfi öltözködésben nincs rövid ujjú ing. De például a mai divatba visszajön a pilóta ing, amit a 70-es években a Lufthansa pilóták hordtak, ez a kétzsebes, válpántos rövid ujjú ing, az például rövid ujjú. Egyébként a fegyveres testületeknél
mindegy, az, hogy most rendőrség, katonaság, tűzoltóság, mindig volt rövidújú ing. Az a nyári uniform. A nyári uniform is, meg a mozgás miatt. Tehát az amerikai hadseregben, sőt a világ legjobban öltözött hadserege az angol. Ugye ott van a legtöbb fegyver, nem a legtöbb ilyen apró részlet, hogy ők maguk se. Én voltam kint Londonban, és egy ezredessel beszélgettem az uniformisokról, és azt mondta, hogy ő ugye 70-80%-át tudja annak, hogy mi a helyes, és mi a... Tehát ott az olyan bonyolult az angol uniformis rendszer, mert vannak különböző brigádok, meg főhercegi, alcsop, tehát hihetetlen. És már az iskolában nagyon komolyan. Ott nagyon, és akkor ilyen, és itt van, és ott van, és innen jön a zsidó, ide vagy onnan megy oda, sőt a vörös kabátos palotaőröknél az, hogy a három gomb közel van, vagy távol, abból is tudják, hogy írgárda, vagy testőrség. Hű. Nagyon összetett, de fantasztikus egyébként. A nőknél is van ilyen, mint a férfiaknál, hogy ne hordjanak? Nem, hanem hogy a férfiaknál a rövidújú klasszikus ing az nem játszik, a nőknél is van ilyen, ami egy nagy nonó. A nőknél, most megfogtál, mert írtam erről egy pár könyvet, de még így nem gondoltam soha, hát nincs. Nincs. Nálunk nem, a nőknél inkább olyan szabályok vannak, hogy ha a férfi valamiben van, akkor a nő miben nem lehet. Ilyen szabályok vannak. Például egy férfi frakban van. Férfihez kell igazodnia igen, a nőnek? Igen, ez egy nagyon, a mai világban ugye ez nagyon fura, amikor már sem mondhatom, hogy ladies and gentlemen, csak azt mondhatom, hogy hello everybody, nehogy egy mondjuk egy seprű gendert megbántsak, de a férfi, ugye a társasági élet férfi alapú volt. A meghívók a mai napig a férfi dresszkódot tartalmazzák igazából, igen. És a férfi dresszkódból tudjuk ahogy a női öltözetet. Black tie, akkor az nagy estély. Így van, lehet nagy estély, vagy kis estély. Igen. Ha white tie, akkor van csak nagy estély. És pont itt van egy szabály, mintha összebeszéltünk volna, tehát ha white tie van, tehát frak, akkor a nő nem lehet nadrágba. Csak szoknyába, mert ez egy tradíció. De a szoknya hossza az nincs meg. De a white tie-nál hosszú, tehát nagy estély. De annak még vannak egyéb kritériumok is, belépőkesztyű, kis belépőkabát, stb. Amit egyébként a tervezők általában lehagynak, mert ugye ők terveznek egy ruhát, majd indul a pár este valahova, és akkor igen, de fázom. És akkor nincs hozzá belépőkabát. Régen ugye ezt jobban átgondolták, de azt, hogy egy nő miben nem lehet, inkább ezek ilyen protokolláris megkötések. Tehát meg van mondva, hogy a pápánál ugye kötelező a harisnyaviselés, vagy a szoknya, a fátyol, hogyha valaki nagyon ad a formalitásra. De ezek protokoll által meghatározott dolgok, tehát olyan, hogy rövidújú, nőnek lehet a blúza rövidújú is, meg ahol a nőknél inkább belép ez a nem illik, meg mit képzel, meg igen. Már az ők korában. Most gondold el, férfiaknál van ilyen? Egy 20 éves férfi öltönyben van, meg egy 80 éves is. Lehet, hogy a 20 évesen szűkebb van, meg rövidebb a nadrág. Alapvetően mind a ketten öltönyben vannak. Mondjuk szerintem, nálam... Kevés dolog veri ki a biztosítékot, de a szűk stretch naci a férfiaknál, és mondjuk egy 60-as férfin egy farmer nadrág, egy ilyen testre simuló farmer nadrág. Ja, mint egy harisnya úgy néz ki. Igen. Hát ez ilyen divat gag. Az nálam nagyon diszonás. Egyébként ugyanígy nőknél, hogyha egy nő felvesz egy cica nadrágot, és mondjuk éppen nem egy aerobik bajnokról beszélünk, akkor is nekem mindenképpen hiányzik az, hogy nekem olyan, mint hogyha mesztelenül lenne. Na de itt jönnek be az előítéletek. Mert erre azt mondja az, aki mondjuk nem aerobik bajnok, de cicinadrágba akar lenni, én dolgom. Igen, de azt gondolom, hogy az aerobik bajnok is, hogyha kilép az utcára, és már nem a konditeremben van, akkor vegyen föl egy olyan fölsőt hozzá. Nem, azt mondja, hogy nem. Igen. És ma a világ elfogadom, úgy néz ki... Elfogadom, de nekem nem tetszik. Oké, de ma a világ úgy néz ki, hogy erre nem mondhatjuk, hogy nem tetszik. Tehát ma pont olyan a világ, hogy ma nem mondhatjuk semmire, mert ha bármi erre mondjuk, akkor azonnal valamilyen módon megtámadnak minket. Vagy ezért, vagy ezért. Egyébként akkor... a cicanadrág... Ez a bizonyos leggings, egyébként ez nem utcai viselet, ugye ez igazából ez egy edzőruha. Igen. Csak ugye ma az edzőruhákból lett egyre több utcai viselet, erre egyébként a Covid előtt már voltak jelek, a Covid erre nagyon rátett, és ma az emberek többsége kényelmes, puha, kapucnis,
zsinoros derekú nadrágot keres, nő-férfi egyaránt, egyébként nagyon veszélyes, mert ugye abban lehet könnyen meghízni. Mert nyúlik. A klasszikus derekú nadrág az embernek jelez, hogy, és most egyébként már megint előítéletes voltam, mert nem biztos, hogy, hogy az baj, hogy valaki meg akar hízni. Tehát, hogy tele vagyunk ilyen... De az egészség szempontjából is nagyon fontos. Jó, most bejöhet az egészség, de egy csomó ember ezt előre úgy érzi, hogy ezzel őt testi adottságai miatt próbáljuk meg, vagy próbálják meg korlátozni, emiatt próbálják őt keretbe tenni, emiatt mondják azt, hogy jó, nem jó, illik, nem illik, és azt mondja, hogy de, én egyszerűen ebbe akarok járni, és senki nem mondja meg nekem, hogy én mibe járhatok, és hogy nekünk az tetszik, vagy nem. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert mégis úgy érzem, hogy kellenének ilyen határvonalak, hogy ettől eddig, most éppen olvastam, tudom, 2 éve ezelőtt volt Magyarországon egy botrány, ebből emlékszem, hogy valamelyik egyetem kiadta, hogy nem lehet túl rövid a szoknya, meg túl mély a szoknya, meg túl mély a dekoltázs a hallgatóknak, amikor vizsgáznak. Mi az, hogy túl? Honnan túl? Mihez tér fölött 4 centi? Vagy mi? Tehát, hogy akkor viszont meg kell mondani, mert akkor reggel a vizsgázó elmegy, leméri a... Igen, és viccelek. De hogy ezek a szabályok, amiket egyébként én elég sok előadást tartok ebbe a témába is. Igen, amit most észrevettem, hogy megint jöttek olyan felkérések, most az utóbbi időben, nagy cégektől, hogy azért menjek már ezt, mégiscsak magyarázzam el a munkatársaknak, hogy ez munkahely. Tehát, hogy ez nem a strand, ez nem a beach, ez nem a síközpont, ez munkahely. És hogy megint, tehát valószínűleg a cégek megint elkezdenek erre egy kicsit jobban figyelni, mert annyira ellazult az egész, ahol a cégem van, ez egy nagy irodaház, hogy figyelem kint a cégeknél dolgozó embereket, őt kint cigiznek, majdnem mindenki bermudában van, meg sportcipőben. Tehát bőrcipő, szövetnadrág, hosszú nadrág, zakó, nőkön kosztüm, hát pedig most a kosztüm in, tehát most visszajött a kosztüm, ami ugye sokáig üldözve volt, mert hogy túl maszkulár, mert minden, most megint visszajött, mert a divat ugye az meg... De sokszor szerintem ciklikus. A fejétől is bűzlik a hal, mert hogy az a vizsgáztató, aki leül a vizsgázóval szemben, tehát hogyha ő nem mutatja azt, hogy ő úgy van felöltözve, hogy ezt elvárja egy vizsgázótól, akkor... Tökéletesen akkor miért is... Ez tökéletesen így van. Tehát ha bermudába ül a vizsgáztató, akkor ne várja el a diáktól, aki egyébként is stresszes, hogy ott legyen öltönyben. Igen, egyébként nálunk a színházban, hát ugye én szinte ott nőttem fel, gyerekkoromtól színpadon vagyok, és ott megvannak a szabályok, hogy léphetsz be, hogy milyen cipőben léphetsz be, hogy például rövid nadrág azt írt ott a színpadon, ha csak nem egy jelmez. Igen. Komolyan, de jó. Én nem találkoztam, mert pont ezt vettem észre, hogy teljes lazaság van a színházak körül. Elvileg, tehát, hogy nem az van, de régen például volt olyan, hogy kitiltott az ügyelő. Tehát, hogyha nem a megfelelő próbaruhában jelentél meg, tehát még amikor olyan nagy mogulok mozogtak a színházak színpadain, hogy a Sotta Irén, meg a Bessenyei, meg Haumann, hogy akkor megvolt ennek a tradíciója. A tisztelet volt. Igen. Most már, hát sajnos kezd higulni meg. De minden higul, tehát nem a színház higul, hanem a világ higul, az utcakép higul. Érdemes megfigyelni, hogy a politikusokra eltűnt a nyakkendő. Nagyon. Egyre jobban. Ugye régen ez elképzelhetetlen. És hogy van megkötve az a nyakkendő? Az, hogy milyen, tehát azon már régen túl vagyunk, hogy milyen, ilyetem most az most már a kérdés, hogy van-e? Hogy legyen. Tehát, hogy van egy ilyen, mert a politikusban mindig van egy ilyen megfelelés ugye a választóknak, akkor van egy képe a választóról, hogy mit gondol a választó, hogy neki hogy kéne kinézni. Közben azt mutatják a felmérések, hogy a választó még mindig a nyakkendős ingesbe hisz. Igen. Hát igen, mert a pulóveres az lehet a szomszéd. De tehát lehet, hogy pont attól lesz szimpatikus, nem lehet, hogy téves. Kell, hogy legyen egy... Kell, hogy legyen egy felnézés effekt ebben, és ez szerintem ma elrontja
a politika. Igen, de amikor van mondjuk, nem tudom, látod a Joe Biden amerikai elnököt, mondjuk elmegy egy katasztrófa sújtotta területre, akkor nem öltönyben van, okay, hanem de az helyes egy jackiben, vagy az helyes is, ugye azt a Trump felesége rontotta el, aki elment a földrengésre egy 11 ezer dolláros Jimmy Choo krokodilcipőbe, és azért ezt kiszúrta a sajtó, és hát ez nem volt odavaló annyira, úgy gondolták. Az mindig, ugye a és most nem a politikáról beszélünk, hála Istennek, de a politikában vannak ilyen tipikus automatizmusok, hogy akkor, ha árvíz van, akkor jön a gumicsizmás miniszter, aki benéz a árvíz, megnézi jól, akkor van a szallagvágó politikus, ugye ott nálunk meg szoktak eszméletlen mémek jelenni, hogy 12-en vágnak egy ekkora szallagot, mert mindenki ott akar lenni a fotón mögöttük, meg nincs út, akkor most láttam, hogy Indiába átadtak egy hidat, és abban hogy átvágták a szalagot, leszakadt a híd, de ezek teljesen más terület, de egy nagyon szórakoztató, de nyilvánvalóan a politikában is nagyon fontos egyébként a megjelenés. Most egyébként kevesebb nő van nyilván, a világpolitikában már egyre több, Magyarországon kevesebb, de az ő öltözködésük, ha most nem akarok senkit mondani személy szerint, aránylag oké is. Én például egy zakós ember vagyok, én 30 éve zakót hordok, vagy nem tudom mióta, és rémülten látom, hogy vannak emberek, nincs zakójuk. Tehát nem tudom elképzelni, hogy lehet zakó nélkül élni. Ő meg azt nézi rémülten, hogy én el tudom képzelni az életem zsinóros nadrág nélkül, és akkor tök jó el vagyunk. Neki van zsinóros nadrág, nekem van zakó. Tehát, hogy szerintem az egy ilyen totál nagy átalakulás van ebbe is, de a klasszikus elemek mégsem tűnnek el. Tehát a klasszikus, a nagy klasszikus elemek azok így... De a kalap az eltűnt. Nézd, a kalap egyszerűen, az tényleg azt kell mondom, az úgy a kamásni. Idejét múlt. Mi esernyőse látunk másokat, mindenkinek van egy esődzsekije, fölkapja a kapucnit, mert a mai városi életben most el tudod képzelni, hogy valaki kalapba felszáll a buszra, csak ott áll a buszon, beszorul. Lenne akkor a kalapban, mint amit... Én voltam kalapos rendezvényen 3 éve a Escoton, a Windsor Escoton. Az fantasztikus volt, de hát az arról szól. A nőkön ezek a fan, tehát voltak ott olyan kalapkölteményű nők, hogy azt néztem, hogy bírja a fejével. Tehát olyan ekkora széles, ahogy az ott lehetett látni, hogy megtanult bennem mozogni. Hát abban nem úgy mozogsz, mint egyébként, mert nekem elég volt bejönni, azt egyből beleütöttem a táblába a vállam. És valami férfiak, ugye mindenki cilinder, akkor a cilindernek megvan a mikor kell levenni, mikor kell fölvenni, akkor van ez a ujjal így hozzáérsz, amikor barátad, az a köszönésnek egy módja. Ez fantasztikus, és ugye Angliában ennek van egy tradíciója, az angol középosztály és felső osztálynak, ez nagyon fontos, hogy ez legyen. És azért mégiscsak ott volt a királynő, és ott mellettünk hajtott be, és amikor megszólal a himnusz, mindenki egyszerre leveszi a kalapot, és amikor visszamegy, minden férfi egyszerre fölteszi. Ezek olyan szóval, jó dolgok, igen, hogy ezt ők nem felejtik. De próbáltak, nálunk is elindult ez a derbi. Igen, egyébként még a kalapra visszatérve, hogy én nagyon sajnálom, hogy ez van így ennyire elkopott az öltözködésünkből, és... Hordasz kalapot? Én szoktam, igen, nyáron is, akkor a nap miatt, meg ugye, hát hogyha olyan, annyira kivágott ruhában vagyok, hogy tényleg véd a naptól valamennyire, rettenetesen öltöztet, és például, amikor az ember egy kosztümöt felölt, pont a Mary Poppinsban játszom az anyuka szerepét, hogy öltözöm, készülök az első jelenetre, és akkor a kis kabátom retikül mellé megkapom a kalapomat, és meg van koronázva az a jelmez, tehát hogy úgy teljes. De van fejezve. Igen. És de télen is egy téli kabáthoz, hogyha az ember felvesz egy akármilyen, most ne beszéljünk olyan kalapokról, mint amit a derbén hordanak, de... Ja, nem az egy speciális dolog, persze. Egy egyszerű, jószabású posztókalapot, hogyha valakinek jól áll az arcához, akkor az rettenetesen öltöztet. Hát de ma egyszerűbb egy ilyen sapit a fejbe húzni, aztán hát, mondjuk kapucni. De legalább a sapka is visszatért. Igen, de például itt van egy nagyon jó dolog, ami hihetetlen praktikus, ezek a pufi dzsekik. Nem megölték a téli kabátot. Nekem nem. Tehát, hogy jó, számomra nem. Mindig, nekem is van téli kabátom, imádom is, de szoktam nézni, hogy néznek engem, hogy mit keresek itt ebbe a kabátba, mert ugye ez nem praktikus. Tehát akkor, ha például esik az eső, kell esernyő. Ha van pufi dzseki, ott van a kabát. Tehát ma minden, én szerintem a praktikum felé megy, és ma a modern élet egyébként arról szól, hogy van egy laptopom, kinyitom, benne van az életem, az irodám, minden ott van. Ugye? Igen. Ugyanezt keressük.
egyébként a ruházatba, és igazából már gyakran meglepődünk, hogyha valaki még mindig azokat a tradicionális értékeket követi. Egyébként a kalap, ha belegondolunk, a 30-as években Amerikában nem volt férfiaknak, nem volt kalap a fején. Én azt érzem, hogy egy olyan bő 10 órát tudnánk beszélgetni különböző témákról. Hát amíg Miklós itt van, addig egészen biztos. De hogy egy kicsit visszakanyarodjak az 50-es nőkhöz. Ti hogy tudnátok külön-külön leírni, hogy ma egy 50-es nőnek mit kéne sugároznia az öltözködésével? Hogy kéne kinéznie? Szerintem eleganciát, nem a tetszést azt igen, a hódítást nem mindenképpen, és az, hogy ahol ő most tart az életében, azt jól közvetítse kifelé. Ezeket egy kicsit bontsd ki, tehát a hódítást miért nem? Mert mondjuk tegyük fel, hogy ez a hölgy, ez az 50-es hölgy boldog párkapcsolatban él, és nem feltétlenül az a célja, mint mondjuk 20 évesen, hogy jó, akkor én most minden áron szeretnék egy férjet, egy családot, tehát máshol tart az élete. Gondolok itt arra, hogy most igen, lehet, hogy előítéletes leszek, de én nem tartom azt szimpatikusnak, mikor egy középkorú nőnek mindenekint van. Szerintem az az ideális, hogyha jó karban van, jobban önmagával, de mindezt úgy tudja felöltöztetni, becsomagolni, hogy legyen szexi, de ne láttasson mindent. És ha nincs boldog párkapcsolatban, mert ugye sokan elváltak, vagy egyedül élnek? Nekem akkor is diszonáns, hogyha egy nőn azt látom, hogy minden áron hódítani akar. Szerintem akkor marad egy nő szexi és titokzatos, hogyha marad valami annak az egy embernek, akinek majd oda fogja adni. Lehet, hogy most konzervatív vagyok ezügyben, de én ezt így látom helyesnek. Miklós, gondolkodtál itt végig? Igen, éreztem. Mert ilyen látszott. Igen. Nem, mert az a szó nagyon tetszett, hogy titokzatos, de szerintem a hódítóval nincs baj. Persze nyilván egy férfi másod látja ezt. Coco Chanel idézet. Azt mondta Coco Chanel, hogy 30 fölött, most itt 50 fölöttről beszélünk, egy nő már nem fiatal, de hódító, gyönyörű és káprázatos élete végéig lehet. Szerintem ez a fontos. Tehát azt, hogy valaki hódító, most az azt jelenti, hogy kacér? És akkor mit jelent a kacér? Várjál, a kacér az egyértelmű, a kacér az, aki kacérkodik, aki mindenkinek egy kicsit úgy osztja a lapot, az a kacér? Szerintem de az viselkedés, határi. Az nem ruha. Igen, de a ruhánkban benne van a viselkedésünk. Igen, az öltözködéssel közvetítünk valamit. Ez igaz. Az elegancia jó, tehát avval én is egyetértek. Szerintem egy nő mindig tetszeni akar. Persze. Ha nem is egy pasinak, akkor egy másik nőnek. Mert hogy arról beszéltünk, hogy a nők azok jobban öltözködnek egymásnak, mint a férfiaknak. Itt hangzott el, én csak ismétlem. Nem én mondtam. Igen. Nem, ez egy igaz, ezt szeretném gyakran hallani. Nyilvánvalóan gyakrabban hallani azt, hogy egy nő megdicsér egy másik nőt, vagy utál azért, ahogy kinéz, mint hogy ez férfiak között szerintem, a férfiaknak ez nem annyira jellemző. Igen, habár a mai, fontos. Ugye amikor nagyon, volt egy idő, ugye ez a metroszexualitás. Emlékszünk, amikor a metroszexualitás volt a téma, ugye azt mindenki félreértette, azt a homoszexualitásnak értették egy verziójának, pedig pont nem erről volt szó, hiszen mondjuk a Beckham volt az ászlós hajója ennek a mozgalomnak, meg a Clooney, és pont arról szólt, hogy ez az új férfi típus, aki már foglalkozik magával, tehát testápolás. Jobban van a női oldalával is. Jobban van a nő, jobban van. Ez több időt tölt a fürdőszobában, nem, mint egy nő, hanem mondjuk, mint előtte a férfi. Nem, nem az a lényeg, hogy többet tölt, hanem ez be is vallja.
Én szerintem itt a különbség, mert szerintem itt ez a lényeg, hogy ezt be is vallja. Egyébként, hogy ki mennyit tölt a fürdőszobában, pont múltkor láttam egy Marilyn Monroe-s képet, hogy Marilyn Monroe-t készíti magát, és azt mondja, hogy ne kérdezz meg fél óránként, hogy 5 perc múlva kész leszek-e. Mert hogy mondtam, hogy 5 perc múlva kész leszek, ugye? Tehát ez a nőknél mindig fél óra, amikor megint egy 5 perc kell, hogy kész legyen. Én szerintem ez ma a férfiaknál is jellemző. Tehát ma nem ciki, inkább ezt mondom, vagy nem elítélt, hogyha egy férfi ad magára, ha kitalálja magát, ha ápoltabb, ez mondjuk 30 éve ezelőtt, amikor én egyetemre jártam, vagy 35, ez még azért más volt. Tehát azonnal beskatuljázták valahová. Hogy úristen, még manikúroshoz is járt. Tessék, megint a férfiakkal beszélgetünk. Valahogy megint tudom. A két nemről beszélgetünk, de szerintem ma ebből a szempontból, tehát én amikor ifjabb koromban sokat jártam Olaszországba, ott az nagyon érdekes volt azt megfigyelnem, hogy ültünk egy asztalnál, ült egy orvos, egy mérnök, egy belső építész, meg valaki a divat, és teljes mértékben tudtak beszélni erről. Tehát, hogy ilyen az zakó, meg olyan az zakó, meg ő sose volt bézsnadrágot, ő csak fehéret, ő meg csak kék csíkos inget. Ez a beszélgetés akkor Magyarországon elképzelhetetlen volt. Ma nem az. Tehát azt akarom mondani, hogy változik a társadalom, vagy a férfiaknak is ehhez a viszonya, én szerintem. Igen, meg azért az olaszok azok mindig különlegesen öltözködtek. Tehát, hogy a divatban... Vannak olaszok, akik különlegesen öltözködnek sokan, de ez megint egy ilyen... Én csak abból tudom leszűrni, hogyha mondjuk sétálok, Budapest utcáin ritkán fordul elő, de van, hogy sétálok, és látok egy házas párt, akik mondjuk 50-en túl vannak, és nagyon színesen, nagyon dizájnosan vannak felöltözve, mosolyognak és bolygok, akkor biztos, hogy ők olasz? Olaszok, vagy dánok, vagy németek, tehát igen, valóban más, tehát hogy leválik. Még egy érdekes dolog, ami eszembe jutott, hogy nagyon sokat utazunk az országban, nagyon sokszor megyünk ide-oda fellépni, és tényleg igaz, hogyha a keleti régióba megyünk, akkor lenézek a színpadról, és egész más az öltözködésnek az összetétele, mint hogyha mondjuk Veszprém, vagy Győr, vagy Sopron irányába indulunk el. Ez a kelet-nyugat. Igen, igen, hogy szinte országon belül is elválik az öltözködés. De ennek tradíció is vannak, például az oroszok sokkal-sokkal jobban öltözködnek, mint általában a szláv nemzetek. De az ennek mi az, a francia tradíció, igen, a cári tradíció, a sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítanak a vizualitásnak az oroszok, mint mondjuk a lengyelek, most mondtam valamit, akiket egyébként sokkal közelebb állónak érzünk, meg ugye, tehát, hogy vagy mondjuk a csehek, akik ráadásul egy nagyon polgári nép. Ennek nincs akkora jelentőség. Az oroszoknál, tudom, egyszer összehasonlítottuk a Forbes magazin 100 leggazdagabb orosz, 100 leggazdagabb, ilyeneket csináltam. És hát ugye most a magyart ki is hagyom, ahol egy csomó milliárdos volt, csak ilyen fotó volt benne, de az oroszok, azok mind lehetett látni, hogy azok elmentek profi módon, be voltak fésülve, meg voltak csinálva, stúdió, vagy olyan háttér, hogy olyan iroda volt mögötte, hogy az már maga volt a milliárdos lista egyik része. Tehát, hogy nekik ez a fajta vizuális üzenet, egyébként meg kell nézni a Putyint. Putyin nem öltözködik különlegesen, de ami rajta van, az tip-top. A Medvegyev egyébként kifejezetten jól öltözött, ugye, akivel volt ez a te vagy elnök, én vagyok, emlékszünk rá, volt ez a szerepcseréjük, és ugye sose hittük volna, hogy az orosz külügyminiszter az jobban öltözött lesz, mint az angol. És akkor ez van. Na most akkor mi van? Tehát, hogy alakulunk át? Vagy hogy a dél-koreaiak azok fantasztikusan öltözködnek, sokkal jobban, mint a nyugat-európaiak. Sokkal több szabászat van, Ez egy igény. Ami ott van, itt meg volt, vagy kopott. Látom, hogy egy nagyon nagy merítésbe kezdtünk itt, tehát igen, hogy annyi minden összehozható, vagy kapcsolatba hozható az öltözködés, de akkor így zárásként kérdezem, hogy mit üzentek az 50-es nőknek, akik néznek minket, és
és bizonytalanok abban, hogy milyen üzenetet kell közvetíteniük az öltözködésükkel. Mire figyeljenek? Szerintem arra figyeljünk, hogy ne szürküljünk be, még akkor sem, hogyha éppen nem süt a nap, és éppen az életünknek nem olyan szakaszában vagyunk, amit mindig kívántunk magunknak, hanem próbáljuk feldobni a napunkat egy-egy színes sállal, egy jó napszemüveggel, egy olyan ruhadarab, és néha ajándékozzuk meg magunkat, igenis a vásárlás örömével, de nem kell túlzásba vinni, és szerintem az, hogyha az öltözködésünkkel közvetítünk valamit, egy jó kedvet, egy derűt, akkor az biztos, hogy kihat a környezetünkre. Szerintem ez nagyon fontos egyébként, hogy ne, igen, ne süppedjünk bele egy ilyen átlag szürkeségbe, és ne húzzuk le magunkat a WC-n azért, mert mondjuk elmúltunk 50 évesek, mert ez szerintem csak egy szám. Miklós? Ezek tök jó gondolatok, csak egyet érteni tudok vele. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, és ami itt többször előkerült ma este, ez a nyugat és mi, és hogy merjenek egyéniségek lenni. Ez hiányzik nekem. Sok a kopi, sok a olyan fajta másolás, ami nem jó, mert olyan... Persze, akkor most elkezdhetném azt is mondani, hogy legyenek a célkitűzések reálisak, de mi az, hogy reális? Én azt gondolom, hogy egyszerűen önmagukat találják ki jobban. Tehát, hogy egyéniségé váljanak. A hajviselet, a szemüveg, tehát, hogy ezek olyan apró dolgok. De hogy például nagyon kevés jó fizurát látok, kitaláltat. Ez annyira nem bonyolult, hogy valaki például levelje vágatni a haját rövidre. Amikor már rohadtul nem kéne hosszút hordani, mert már nem jó a haja. Akkor menjen oda, ahogy a francia nő elmegy, és levágatja. Na, ezek azok a pici effektek, amik aztán összerakják azt az új képet, amiben jól fogja magát érezni. Tehát legyünk bátrak? Bátrabbak? Én szerintem bátraknak kell lenni. Az nálunk a baj, ha lehet ilyen mondani, hogy kevés ember mer személyiség lenni az öltözködésében, önmaga lenni, kitalálni magát, megformálni. És akkor az, mert ha kitalálod, hogy mi akarsz lenni, akkor oda vezet egy út. Akkor tudod, hogy mit akarsz megvalósítani, akkor nem fogsz össze-vissza vásárolni. Ugye jön ez az effekt, hogy nem tudok mit fölvenni, közben tele van a szekrény, mert akkor olyan fogsz venni, ami ahhoz az úthoz vezet. Ez a stílus, ugye itt most... És akkor most elkezdhetjük ez a stílus vagy divat, mi a fontosabb, szerintem a stílus nyilván, mert azt föl kell építeni, az a tied, az a sajátod, az a te elemeidből áll, a divat az pedig ma ez, holnap az, változik, az sose vagy valóság, csak éppen követsz valamit. És akkor záró mondatként Karl Lagerfeld, a nemrég elhunyt divattervező mondta, hogy nagyon sokat foglalkoznak ebben, hogy mi a divat. És ő azt mondta, hogy divat az, akkor megtanítják veled szerettetni azt, amit tegnap gyűlöltél, majd megtanítják neked gyűlölni azt, amit tegnap még szerettél. Ez a divat. Na és ez nem kell, hanem stílus kell, ami az enyém. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a Panna Csajok stb. Adásába. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel a Panna Csajok stb. Csatornájára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy minél előbb értesüljetek a legújabb tartalmakról.